Mit tegyünk, ha reggel felébredve azt veszük észre, hogy a szekrényünk üres, és ruhák helyett már csak egy zokni van benne? Több lehetőségünk is van. Nézzük sorba. Egyszerűen magunkra húzzuk a takarót, és visszafekszünk aludni. Vagy használjuk a törölközőnket ruhaként. Esetleg kifordítjuk a már használt ruhánkat, vagy elmegyünk vásárolni, de a legkézenfekvőbb, megyünk és kimossuk a ruháinkat. Szeretném nektek megmutatni, hogy hogy kerülnek tiszta ruhák a szekrénybe, hogy működik ez a varázslat, ami nem is akkora nagy varázslat. Rengeteg lehetőség van, hogy hogyan most ki a ruháidat, vagy hogy hol most ki őket. Én szeretnék kettőt bemutatni nektek. Az egyik egy városon belül van, a másik pedig az én személyes nagy kedvencem a benzinkutaknál. El is mondom pontosan, hogy melyik hogy működik, és hogy mik az előnyei. Sok helyen utazgattunk Andalúziában, több különböző cégnek van mosodai szolgáltatása. A legegyszerűbb beírni a Google keresőbe a Lavanderia Auto Servizio és a városnak a nevét. Itt láthatjuk, hogy több lehetőséget is hoz ki. Mi általában a parkolás alapján választottuk ki a céget. Ahol a legegyszerűbb volt parkolni, oda mentünk. Szóval elindul a csipet csapat, bufalógiával az élen. Még egy utolsó villanós, hogy zárva vagyunk. És akkor leteszem ide, mert úgy látom, hogy ez csak úgy fog látszódni. Az ott a szennyes, meg... Meg itt a hátiságban van a többi része. Igen. Úgyhogy elindulunk mosni. Nincs túl messze a mosoda, de nem tudtunk leparkolni, ugyanis mind a három mosoda itt van a belvárosban. Nem messze a tengerparttól, és nehéz volt parkolóhelyet találni, de itt találtunk egyet, és azt írta, hogy pár perc is ott lehetünk. Igen, hát nem annyira a belvárosban vagyunk, de mert itt van a part. Tengerpart. Ah, ott van a part. Nagy a forgalom. Nem engedjük még el. Igen, Malaga nem a legkisebb város itt. Na, jelentkezünk a mosodából. Megérkeztünk egy 5 perc sétával, nagyjából. Oké, ott van az ajtó, és itt van közvetlenül a pénzváltó. Azt írja, hogy csak a klientek részére. Kíváncsi vagyok. Eurika! Buffy megfigyeli, hogy jó-e. Végül nekünk a legnagyobbat kellett, mert jó sok cuccunk volt, éreztem is, mikor hoztam, hogy hú, van súlya. Volt 10 kilós, 15 kilós és 19 kilós. Mennyi idő? 30 perc. A mosás ára általában 5 és 11 euró között van, a szárítási pedig 3 és 5 euró szokott lenni. A kis prücsök nem felhőtlenül boldog attól, hogy várni kell a szárítóra, meg a mosógépre. Hát, szíró! Amíg várjuk, hogy lejárjon a mosógép, menjünk és nézzünk egy kicsit szét Malagán. Belepakoltunk mindent a táskákba, most már csak annyit van hátra, hogy hazamegyünk. Haza. Itt vannak a táskában, hazamegyünk és elpakolunk mindent. Még jobban hazamegyünk, azt mondta Nyufi. Mindenhol otthon vagyunk igazából. Otthon vagyunk mindig Oxiban. Igen. Az otthon ott van, ahol leparkoltunk. Miután kész lett a mosás és a szárítás is, még el tudtunk menni megnézni a naplementét a parton. Lehetünk nézni egy kis naplementét. Bár azt még nem tudjuk a nap hol megy, de valahol arra.
hogy megunta. Ezzel a kutyaparkot nem unta. Úgy látom, Goofy új barátokat talált. Két német juhász, ránásul azok is kanok. Legalábbis az egyik biztos. Hú, baj lesz ebből, én már látom. Goofy. Ő a legbátrabb, a bátrabbika. Van ennek szép oldala is, ennek a felhős égnek. Közte nem tudom, mennyire látszik. Az ott egy ilyen szivárvány csík. Itt marag a partján. Egy másik remek lehetőség a mosásra a benzinkutakon lévő mosógépek. Erről nem találtam külön weboldalt, ahol meg tudnám nézni, inkább csak pislogni szoktunk jobbra-balra, hogy látunk-e valahol benzinkutat, ahol ilyen mosógép, illetve mosásra alkalmas hely található. A benzinkúton lehet megvenni a zsetont, 11 euró volt a legnagyobb mosógép és szárítógép együtt. Érdemes nézni a kiírásokat, mert láttunk olyan benzinkutat, ahol ha 40 euróért tankolsz, ingyenes a mosás. Na nézzük, hogy néz ki. Hello! Tehát bent pedig így néz ki. Van 8 és 14 kilós, mi a 14-eset szoktuk használni. Ő lesz a miénk. Akkor választjuk ki. Programokból van 90 fokos, 60 fok, 40, 30. Bedobom. Bedobom az érmét, és elindul a mosás. Itt van Boxi, és várjuk, hogy készen legyen a mosás. Az történik, hogy Gyufi elment ruhát mosni, úgyhogy mi ilyenkor Gufival várunk itt a ruhamosó mellett. Igen, és ő nagyon szeret ez a kis prücsökit harapgálni, meg gyalogatni, meg hírekre csiklandozni a talpamat. Bámulhatunk ki a fejünkvel, és élvezhetjük a napsütést, vagy használhatjuk a benzinkút melletti porszívót, és kitakaríthatjuk Boxit. Vagy elmehetünk egy kicsit város nézni. Nézzük meg, milyen tarifa. Miután lejárt a mosógép, átrakjuk a szárítóba, és újabb fél óra várakozás után tiszta ruháink lesznek. Illetve a ruháknak nagyon finom illata van, és nagyon puhák lettek. Most először fordult elő, mióta lakóautóval utazunk, hogy egybe mostam mindent, egy 14 kilósat választottam, és belekerültek fehér ruhák is. És nagyon örülök neki, hogy gyönyörű hófehérrel jöttek ki, nézzétek meg, és nem lett elszíneződve egyáltalán, aminek nagyon örülök, mert már fordult elő olyan, hogy a színesek közé belekeveredett a fehér, és egy kicsit rózsaszín lett belőle. De, mint ahogy a videó elején is a hajtogatással kezdtük, ezért most így fejezem be ezt a videót. Innentől kezdve már csak a hajtogatások jönnek. Szépen bepakolunk mindent. És készen is vagyunk a varázslattal, hogy hogyan lesznek tiszta ruháink. Remélem, hogy tetszett a videó, és találtatok néhány jó ötletet benne, illetve remélem, hogy ti is megtaláljátok már ezeket a benzinkutakat, ahol lehet mosni, és sokkal-sokkal egyszerűbb, mint bemenni a városba és parkolóhelyet találni, elvinni odáig a ruhákat, ott állni másfél órát is várakozni, vagy esetleg visszamenni az autóba, újra visszamenni, tehát sokkal bonyolultabb, ez a benzinkutas módszer, ez sokkal egyszerűbb. Azt az egyet sajnálom, hogy nem találtam meg azt a weboldalt, ahol meg lehet nézni, hogy hol vannak benzinkutak, így arra hagyatkozunk, hogy útközben mindig nagyon figyelünk, hogy ha meglátjuk, akkor megörülünk és gyorsan lecsapunk rá, mint ahogy itt is megtörtént tarifán, úgy útközben találtuk meg. Ennyi volt a videó, legközelebb találkozunk, sziasztok!